Tehát itt vagyunk Kezes Lajosnénál a Mester utcán 2013. február 20-án, és az újvárosi dr. Tolnyai János által építetett zádori fürdőről szeretnénk egy pár emléket meghallgatni. Légy szíves, mondd el, mire emlékszel, hány éves voltál? Hát 4-5 éves lehettem, mikor a bátyáim levittek oda, vittek egy nagy, hosszú palincsot, azt akkor arra ráültettek, azt mentünk a vízen, lapátoltunk, mint ahogy a kajakosok a lapáttal. Lapátolnak ugyanúgy, mint a kezünkkel. Sokat fürödtem ottan, mert ráértem, el tudtam magam menni oda, aztán honbeszöktem, honpész kaptam édesanyától, de amúgy nagyon jó volt ott lenni, szerettem oda járni. Én csak a vizet élveztem, külön nem néztem semmit se, hogy az építmények nem érdekeltek, csak a víz. De annyit tudok, hogy mikor 41-ben bombatámadás érte, én úgy hallottam a szüleimtől, hogy vita volt azon, hogy a zádori féle strandot hozzák egy helyre, vagy pedig a belvárosi strandfürdőt bővítsék ki, és akkor úgy döntöttek, hogy ami mozgatható és éppen megmaradt, azt mind beépítették a belvárosi strandra, és az így indult el. És akkor ez egy egymedencés fürdő volt? Igen, ez egymedencés fürdő volt, úgyhogy be lehetett menni, pancsikolni, mint kiskorú, 5-6 évesök, 4-8 évesök is ott, és lejtött befele, körülbelül 10 méterig be lehetett menni, addig, míg a nyakunkig. Utána már nem mertünk tovább menni. Többen voltunk ottan gyerekök, és annyit tudok mondani, hogy sajnáltuk nagyon, hogy megszűnt ottan, mert nagyon sok látogatója volt ennek a fürdőnek. És később a belvárosi strandra is szerettél járni, úgy tudom? Persze, sokat beszéltünk, mert a fák, amiket mostan kivágtak, ugye ottan építköztek a medence mellett, azon a fán, mint fölmásztunk, osztak a kabin tetején, néztük, hogy a kabinos néni merre van, azt akkor, mikor a túlsó végén volt, akkor gyorsan lesuccantunk a kabinon, sokszor a hasamon sok zsúrodás volt, mert hát a beton megfogta. És aztán a kapun mentünk ide, nagyon sokszor így mentünk be, mindig lestük, loptuk az időt, hogy merre, hogy tudunk bemenni. Hát azok a fák onnan már mostan elmentek, így sem maradt ottan. De szépen kibővítették most a nagy strandot. Hát a nagy strand az kellemes, és az én számomra üdítő, mert szeretek oda járni, még 56 év, vagy 75 évesen is. Jól érzem magamat, meleg víz is, de inkább a középső medencét szeretem, mert ottan tudok úszkálni. Ha nagyon meleg van, akkor meg bemegyek a mély vízbe, mert tudok úszni, azt ottan ellapátolgatom az időt, az úszásra. Én úgy hallottam, hogy a Csomagtányi utca túlsó felén is, ott a Malom környékén is, mintha lőtt volna egy strand. Vagy erre, ez még lehet, hogy még korábban volt, vagy rosszul hallottam. A Bayer-féle fürdő volt az, de csak ezt hallomásból tudom, meg én nem, oda, ahol a Bayer-malomból kifolyt a víz, ottan volt az a csatorna, amit lefettek most az építkezésük, mert ott rengeteget fürödtünk ott is. Ha nem tudtunk valahová beszökni, akkor ott, mert nagyon szép tiszta víz jött, hogy a búzát mosták ki, vagy pedig valami... Melyik volt ez a Bayer-malom? A Mérleggyár Heme helyén. A Mérleggyár helyén. Az a nagy torony még az a Bayer-féle torony. Előtte ugye meg ott volt a tópmalom. Én emlékszem még a kerítésre is, hogy milyen kerítése volt neki, ami vezetett, meg vonat is ment oda be.